Köszöntöm a TV 21 Ungvár csatorna nézőit! A kultúrösvény soron következő adásában részt veszünk egy fergeteges hangulatú folkocsmán, majd a nagyberegi tájházba látogatókkal együtt ünnepeljük meg a tájházak napját. Adásunk befejező részében egy beszédtanárral vitatjuk meg a magyar nyelven előforduló leggyakoribb beszédtechnikai hibákat. Tartsanak velünk! Kárpátalján a hagyományőrző programként 5 éve elindított folkocsma havonta egy alkalommal ad lehetőséget az ungvári és a környező településen élőknek, hogy a magyar népzenén keresztül a magyar kultúrával is közelebbről megismerkedjenek. A folkocsma programsorozat célja, hogy a kárpátaljai magyar népzenészek és néptáncosok mellett az anyaországi és más határon túli népzenészeket is közelebb hozza a régióban élő magyarsághoz. Az ungvári Váralja kávézóban megrendezett eseményen ismét fergeteges volt a hangulat. A Kárpátalja Néptánc Együttes tagjai voltak a Kárpátaljai Folkkocsma programsorozat előadói Ungváron. Az együttes, amelynek célja, hogy minél hitelesebben közvetítse a kárpátaljai magyar néptánc örökséget, ezúttal több tájegységet felsorakoztató táncelőadással mutatkozott be. Elsősorban ugye szilágysági és viski táncokat láttunk a Kárpátalja Néptánc Együttes kisebbik tagjáról, ugye a többiek nem tudott sajnos eljönni. Másodszorban a táncházban első körében ugye szatmári lassú és friss csárdásokat táncoltunk. Ugye az, hogy ugye nem csak magyarok voltak, hanem ugye szlovákok, ukránok is eljönnek erre a rendezvényre, ez nagyon jó. Mert ezt a magyar kultúrát, amit mi próbálunk ápolni, továbbvinni, ezt más kultúrák is megtapasztalják, megérzik, és ugye ők is a részévé válnak, és szerintem egy nagyon fontos dolog. Kárpátalján igazából két tájegységről van komolyabb néptánc gyűjtés, az egyik Viska, a másik pedig Dobrony. Így úgy gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság számára fontos, hogy megismerjék a településeiken belül honos néptáncokat, akár népzenéket. Illetve a szilágysági táncunk az a repertoárunkban, a Kárpátalja Táncegyüttes repertoárába szerepel, amit a Summerfesten tavaly augusztusban mutattunk be először. A jó hangulatú, gazdag kulturális és hagyományőrző programot kínáló eseményen az ungvári Váralja kávézóban immár hagyományosan táncház is várta az érdeklődőket. A folkkocsma a Sodró együttes szervezésében a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja szakmai koordinációjával valósul meg. A program társszervezője a KMKS ungvári járási középszintű szervezete. Az volt a célunk, hogy a városi közegben is szervezünk egy olyan táncházi alkalmat, amely helyet biztosít az itt tanuló magyar fiataloknak, és nem csak fiataloknak, hanem az itt élő magyaroknak arra, hogy megismerkedjenek az autentikus magyar népzenével és néptánccal. És így indult el 5 évvel ezelőtt a folkocsma mozgalmunk Kárpátalján, amely már az egyik bázisa lett a kárpátaljai magyar táncházmozgalomnak, és nagyon örülünk annak, hogy nem csak magyar fiatalok járnak el a rendezvényeinkre, de a helyi ukránok, és nem csak a megyei ukrán közösség jár el, hanem eljönnek Lemberből, voltak már Ivano-Frankivskból, és eljönnek a szlovák kisebbség képviselői is, úgyhogy egy igen nemzetközi csapat is ellátogat erre a folkocsma alkalomra, és tehát havonta szervezzük meg a programot, és az a célunk, hogy bemutassuk a Kárpát-medencei népzenei kultúra, néptánc kultúra kiemelkedő táncos és népzenész egyéniségeit. Így a mai estén egy különleges csapat lép fel itt először. Azt hiszem, hogy ez itt a jubileumi évad kapcsán szintén különleges, hiszen még egy évesen működik a Kárpátalja Néptánc Együttes, amely már Ungváron jubilált és mutatkozott be, és most itt másodszor lépett fel Ungváron. Ungváron kívül a folkocsma mozgalmat Beregszászba is havonta egyszer megrendezzük, illetve most szeretnénk a következő hónapban Munkácson is megszervezni, ott első alkalommal fogjuk megszervezni, és bízunk benne, hogy a kárpátaljai nagyobb városokban meg tudjuk majd szervezni, ezáltal egy egységet lefekve és egy rendszerességet biztosítva a kárpátaljai táncház mozgalmi életben.
Ungváron folkocsma a Váralja kávézóban legközelebb május 23-án 19 órakor lesz, amikor a Sepsiszentgyörgyi Heveter zenekar előadásában erdélyi autentikus népzenét hallhatnak az érdeklődők. Interaktív néprajzi előadás, élő történelemóra, kézműves foglalkozások, s még megannyi program várta a nagyberegi tájházba érkezőket a Tájházak napja elnevezésű egésznapos programon. A szervezők idén első alkalommal csatlakoztak a Magyarországon meghirdetett anyaországi és határon túli magyar vonatkozású tájházakat megszólító eseménysorozathoz. A jeles napon csaknem 100 fiatal látogatott el a nagyberegi tájházba. Nem első foglalkozásunk ez itt a tájházban. A Prokultúra Szubkárpátiká civil szervezet program felelőse köszönt épp a nagyberegi tájházba érkezőket. Ezen a napon bárki számára elérhetőek voltak a Tájházak napja alkalmából szervezett hagyományőrző foglalkozások. A szervezők igazi programkavalkáddal várták az ide látogatókat. Bercsényi Miklósnak, Mikeskelem ennek, a vidékünkön is. Számos iskola viseli a nevüket. Először is a fiatalok egy élő történelem óra keretében ismerkedhettek meg a Rákóczi szabadságharc idejében élt magyarok viseletével, életmódjával és a kuruc sereg fegyverzetével. Megpróbáltam bemutatni egy fél óra erejéig a Rákóczi korabeli fegyvereket, viseleteket. A gyerekek, a fiatalok kézbe vették a szabját, a lőfegyvereket. Megbeszéltük azokat a dolgokat, amelyekről lehet, hogy irodalomórán, vagy akár a hétköznapi életben hallanak, de igazából nem tudják, hogy mit is jelent. Loading, kacagány, panyókára vett mente, kalabér vagy karabély. Ezek fegyvermásolatok, tehát nem működőképes fegyverek. Ugye nem lehet gyerekek kezébe adni igazi éles fegyvereket, meg hát engedélyköteles fegyvereink sincsenek, hanem ezek olyan működőképes makettek, amelyekkel be lehet mutatni, hogy milyen volt egy korabeli szabjának a súlya, hogyan lehetett forgatni, hogyan lehetett vele hárítani, támadni, ugyanúgy, hogy működött egy kovás lakatú muskéta, vagy pisztoly, vagy karabé. Megpróbáljuk dokumentálni a régi koroknak a viseletét úgy néprajzi vonalon, mint katonai hagyományőrző történész vonalon. Megpróbáljuk a mai fiatalokat ezzel megismertetni, kedvet kapjanak ahhoz, hogy kipróbálják ezeket az eszközöket, legyenek büszkék elődeink vívmányaira, tudására, tanuljanak elődeink hibáiból, és hát jó szórakozzanak, élvezzék. Amíg a fiúk figyelmét a fegyverek és az íjászat kötötte le, addig a lányok inkább kézműves foglalkozásokon ügyeskedtek. Nemezelés, gipszöntés és festés, makramézás, valamint pálcika babák készítése. Mindezeket kipróbálhatták kicsik és nagyok egyaránt. Ma a nagyberegi tájházban mit készíthetnek az ide látogatók? A mai nap folyamán ugye két dolgot is készítenek az itt látható ifjúság. Rongybabákat készítünk, illetve makramé karkötőket, de hogyha már mindegyiket kipróbálták, akkor egy harmadik dologgal is fogunk próbálkozni, mégpedig körmöcskézni, ahogy régen készítették a gatyamadzagokat. Aztán azért ezeket a dolgokat hoztam, mert ezek viszonylag könnyen elkészíthetőek. Általában ilyen vékony vászonanyagból készítjük az alapot, hogyha itt megmutathatom, egy ilyen kis szellemecske, hogy elnevezték a gyerekek, készül-e, és akkor ezt lehet fölöltöztetni. Semmit nem varunk, mindent kötözünk, és hogyha megnézzük, lehet kisebb korosztálya is óviba is dolgozni, mert a végén kihúzzuk a horkapálcikát, és akkor innen nem sérül meg semmi, de a baba egyben marad, és a gyerek sem tudja ugye a horkapálcikával másik gyermekbe kárt tenni. Kétféle típusú körmöcske van, hát ez az egyszerű, ez már egy kicsikét ugye modernem, és akkor ezzel rátesszük a fonalat, egy különleges technika kell hozzá, így megvan ez a része, másik részét, és akkor ezeket így át kell húzogatni így egymáson ezzel a technikával, és szépen lassan elkészül, ez egy kicsit vastagabb lesz, és ebből is lehet karkötőt készíteni. A szabadtéri foglalkozások mellett a tájházban vetélkedővel, kvízjátékkal és sámánénekkel fűszerezett interaktív néprajzóra színesítette a programok sorát.
A fiatalok megismerkedhettek a már-már feledésbe merült ősi magyar hiedelemvilággal, valamint mitológiai alakokról és Szent Györgyről szóló legendákat is hallhattak. A Néprajz óra első része az a magyar mitológiáról szólt, hiedelem lényeinkről, aztán olyan mitológikus alakokról, mint a boszorkány, a szépasszony, aztán a foglalkozás második része az már ilyen gyakorlatiasabb volt, hiszen néprajzi tárgyakat, hagyományos régi tárgyakat kellett felismerniük a gyerekeknek, és elmondani arról, hogy esetleg mire használták, és magam is meglepődtem, hogy milyen sok tárgyat ismertek fel. A kárpátai gyerekek nagy részének még az élete része ez, tehát a néprajzi hagyományok, felismerik a régi tárgyakat, stb. És úgy gondolom, hogy ezt a ívet, ezt a hidat nem kellene felégetni, hanem ennek így kellene tovább fejlődnie, hogy a tudatokban él, ha már nem is használja, de akkor sokkal jobban értékeli, ha azt látja, hogy egy ilyen foglalkozáson is fontos szerepe van, hall róla, és talán tovább viszi majd a gyerekének, esetleg pedagógusként mesél róla. A nap folyamán csaknem 100 fiatal és tanáraik látogattak el a nagyberegi tájházba. A főként iskolásokból álló csoportok Beregszászból és Nagyberegről érkeztek, valamint egy Kárpátalján vendégeskedő magyarországi csapat is ellátogatott a rendezvényre. Először is mindenki borzasztó kedves, úgyhogy nagyon jól érzik magukat. Gyakorlatilag mindent kipróbáltak, nagyon tetszik nekik itt a népi hagyományokat, helyi ételeket, játékokat, botanikus kertet megnézték, úgyhogy tényleg nagyon tetszik nekik itt az egész program. Ezek a diákok itt először járnak Kárpátalján, de a központunknak ez a negyedik programja itt, úgyhogy mindig nagyon pozitívak voltak a tapasztalatok, nem véletlenül jöttünk vissza negyedszerre. Ebédre hagyományos étellel, káposztás passzújjal és kemencében sült beregi túrussal látták vendégül a megéhezett csapatot. Mire mindenki jól lakott, megérkeztek a zenészek is. Az egésznapos programot a Sodró Együttes élő zenés táncháza zárta. A szervezők úgy vélik, hogy ez a tájházak összefogását jelképező rendezvény egyben a helyi magyarság szülőföldjén való megmaradását is elősegíti. Céljuk nem csak őrizni és ápolni, de széles körben népszerűsíteni is a hagyományainkat. Hisznek abban, hogy akinek van múltja, annak lesz jövője is. A kultúrosai mai vendége Osváth Sándor, művelődéstörténész, újságíró, beszédtanár. Köszöntöm a TV21 stúdiójában a tanár urat. Kezét csukom, köszöntöm a nézőket. Úgy tartják, minden nép nyelve tükrözi annak kultúráját. Ön hogy látja ezt? Mielőtt erre válaszolnék, el kell mondanom, hogy eredeti végzettségem, mesterségem a magyar történelem szakos tanár. 1972 óta tanítok, de soha nem tanultam beszédtechnikát. Egyfajta kényszer vezetett arra, hogy ezzel foglalkozzak, mert püspökladányba kerülvén, abban az időben egy divatos műfajban, színjátszó csoportban gondolkodtam, színjátszó csoportot szerveztem, tanítványaim gyalázatosan rosszul beszéltek, és kénytelen voltam kitanulni a mesterséget, akkor még lehetett. Színjátszó rendezői tanfolyamokon szereztem az első ilyen ismeret sort. Montág Imre volt a mesterünk, a magyar beszédtanítás legnagyobb alakja mindmáig. Művelődéstörténészként kérdésére térve ma már tudom, hogy milyen különleges, rendkívüli a mi kultúránk, egyedülálló itt Európa közepén, és más, mint a körülvevő nékik. Népeként merőben más. Miben rejlik ez a másságunk? Más és egyedülálló a nyelvünk. Ugye a szomszéd népek, a szláv népek nyelve között igen nagy hasonlóság van, az újlatin népek nyelve között is,
nekünk nincs ilyen hasonlítható, jó hasonlítható rokonságunk. Különleges a nyelvünk, más és különleges a téridő szemléletünk, teljesen más. Más a képjelrendszerünk, mások a szokásaink, és legfőképpen más a gondolkodásmódunk. A gondolkodásmódunk mássága határozza meg leginkább a beszédünket. Erről egy pár mondatot szeretnék szólni. Művelődéstörténeti szempontból gondoltam végig évszázadokon, évezredeken keresztül. A magyar szemlélet és a magyar gondolkodásmód kifejezetten mellérendelő szemlélet, míg az európai alárendelő szemlélet. Ott mindig differenciáltan gondolkoznak bármiről. Ha nyelvtani példákat szeretnék hozni, mindenki tudja, hogy mennyire egyszerű az összetett mondatok vizsgálatánál a mellérendelt összetett mondatok elemzése. Kapcsolatos ellentétes választó, következtető, magyarázó, kötőszó még utal is rá. Mind a kettő mondategész egyformán egyenrangú. Valami miatt közöttük valami kapcsolat, ellentét vagy választási lehetőség van. Na de az alárendelt gondolkodásmód, az alárendelt összetett mondatok, hát ágrajzokat rajzoltatni diákjainkkal mindenki tapasztalta, hogy milyen nehéz, rettenetesen bonyolult viszonyrendszer van. Na most, mi következik mindebből a gondolkodásmódunkban? Mi a partnert nem alárendelt személynek gondoljuk, a mi esetünkben a partner egyenlő fél. Tehát ha én elmondok magának valamit, akkor tudatnak veszem, hogy megjegyezte. Tehát azt mondom, hogy Pistike már iskolás. Így folytatom, szeret oda járni. Nagymamája meg éppen szereti benne. De ezt fordítsa le bármilyen nyelvre. Mert ugye a másodikban már nincs benne, hogy Pistike szeret oda járni. A harmadik mondat még érdekesebb, a nagymamája meg éppen szereti benne, tudnilik Pistikében, hogy szeret iskolába járni. Tehát nagyon-nagyon fontos a kohézió a mi beszédünkben. És mondom még egyszer, a partner nem buta, tételezem, hogy ha elmondtam valamit, megegyezte. És mindaddig, amíg egyes szem harmadik szeméről beszélek, addig mindig Pistikéről van szó. Interaktív ebből a szempontból a beszédünk. És nagyon sok hiányos mondatot használunk. Emiatt itt egy igekötő egész mondatot helyettesíthetett. Nagyon érdekes, ugye? Ha áttérünk egy picit a művelődéstörténetre, mondjuk néprajzban. A magyar népművészeti alkotásokban semmi olyat nem látunk, hogy mondjuk két tárgy faragásban, vagy hímzésben takarja egymást, netalántán eltakarja egyik a másikat. Mind a kettő egymás mellett van. És azt rajzolja nagyobbra, ami fontos. Tehát ha lerajzol egy kislány egy házat, előtte virágos kerttel, a virágos kert virágai pontosan olyan nagyok, mint a ház. Ha a pásztor faragott a boltra egy tölgyfát, akkor a tölgyfa ágai hatalmas leveleket mutatnak, és öklömnyi makkok vannak. Tehát ráközelít, ilyen a tölgyfának a leve, ilyen a makja. Nem tudom, érthető-e. Tehát a mellé rendelt szemlélet ott is megmutatkozik, beszédben is megmutatkozik, mindenben, gondolkodásmódban is megmutatkozik. Elhangzott itt a műsor elején, hogy gyalázatosan beszéltek azok a színész palánták, akikkel ön foglalkozott. Azt hiszem, hogy most is hagy a mai fiatalság beszéde valami kívánnivalót maga után. Hogyan lehetne az oktatási intézményekben is bevezetni a beszédórát? Szükség lenne erre, hogy szebben, kifinomultabban, ízlésesebben beszéljen a mai fiatalság? Sehol nincs beszédtanítás intézményesített formában. Itt sincs, mert megkérdeztem. Tehát az egyetemen sem tanulnak beszédtechnikát, a teológiai akadémián sem tanulnak beszédtechnikát, na jó, ott retorikát tanulnak, de az nem ugyanaz. Vagyis szívfájdító módon hiányzik a magyar oktatásból. Utoljára az 1948-49-es tanévben volt nálunk tantárgy, vagyis iskolarendszer szerűen tanított tantárgy, a beszéd, mégpedig a kapcsolatos szószerkezetben van a lényeg, beszéd és értelemgyakorlat.
az alsó tagozat harmadik, negyedik osztályában. Minden iskolatípusban előzőleg mindenütt tanultak beszédet. Ezer évre visszamenőleg már a kolostori iskolákban. A hét szabad művészet tárgyai közül a trivium, tehát az alsó fok egyik fő tárgya volt. Grammatika, retorika, dialektika. Később a Lateiner gimnáziumokban, de már a református kollégiumokban és a jezsuita kollégiumokban is egy egész évfolyamnak volt a fő tárgya. Úgy is hívták, hogy retorikai osztály. Volt grammatikai osztály, poétikai osztály, retorikai osztály. Az életkori sajátosságoknak megfelelően osztották be ezeket a tárgyakat. Tehát a mai 9. osztálynak felel meg az akkori retorikai osztály. Tehát mindig tanulták. Hivatalosan intézményesített formában 49 óta nincs. Magyarországon már a teológiai akadémiákon sincs. Nincs jogi képzésben, nincs tanároknál, tanítóknál. Tanítóknál van olyan tantárgy, hogy beszédművelés. De ez alatt nem azt tanulják, amit én szeretnék. Egyfajta nyelvhelyességgel foglalkoznak, egyfajta, mint a régen volt a görög pótló, nyelvtan pótló óra. Egyedül a Színművészeti Egyetem színész főtanszakán van, és pár drámatagozatos középiskolában ott sem igazán jó minőségű a képzés. Tehát vissza kell állítani egész egyszerűen a magyar oktatásba. És sajnos nem lehet másképpen megcsinálni, csak feje tetejére állított szisztémával. Vagyis legelőször az egyetemeken kell bevezetni, kiképezni azokat a tanárokat, akik majd fognak beszédet is tanítani középiskolákban. Régen így volt, így csinálták. Lébezbek unó is így csinálta a magyar oktatás megreformálását. Középiskolákban, akkor még a tanítóképző középiskolás fok volt, kiképezték azokat, akik majd az alsó tagozatban fognak tanítani. Tehát így felülről lefelé. Az nem megy, hogy egyszerre bevezetni mindenütt. Ki tanítsa? Hát Magyarországon nincs olyan szakembergárda, két tucatnyia van hadra fogható beszédtanár, akire rámerném bízni a képzést. Minden nap kapcsolatban van művészekkel, újságírókkal. Hogy vesz észre, melyik azok a leggyakoribb hibák, amelyeket mi elkövetünk, hogyan lehetne ezeket korrigálni, úgyhogy folyamatosan tudjunk fejlődni, és meg is maradjon ez bennünk? Én meg szoktam védeni a kollégákat. Mindig szó szerint szídják őket, hogy ez milyen csúnyán beszél, az milyen csúnyán, ez mit mondott, az mit mondott, ez hogyan mondta. Megvédem őket. Honnan tudja a szerencsétlen, hogy hogy kell beszélni? Hol tanulhatta volna meg? Az előbb szóltam róla, hogy nincs iskolai prób. Hogy édesanyja megtanította, onnantól kezdve senki nem foglalkozott vele igazából. Na most az is fontos, hogy az édesanyjától hogy tanulta meg? Tehát milyen környezetben szocializálódott? Ha az anyuka a környezete csúnyán beszél, rosszul beszél, magyar tanul beszél, bizony a gyerek úgy fog beszélni. Ha egy másik környezetbe kerül, jó környezetben, mármint beszédet tekintve jó környezetbe kerül, javulni fog a beszédje. Ugyanis a beszédtanulás eddigi szisztémája az utánzás. Ez pedig mi vezeti? A mimikri. A igazodás, a hasonlás ösztöne. Akik ezt hivatásszerűen űzik, azoknak bizony meg kell tanulni legalább a magyar beszéd alapvető sajátosságait, azt a zsinór mértéket, amit mindenkinek követni kell. És most a hibákra térve. Néhány nagyon jellemző hiba. Az első, a magyar beszéd alapegysége a szólam. A szószerkezeteket és a csatolmányait nevezzük szólamnak, és ezeket egybe mondjuk. Úgy, ahogy most mondtam, megállás nélkül. Na most rögtön egyébként Kodály Zoltán nevezte el ezt az alapegységet szólamnak. Rám, hogy mindjárt visszatérek egy kicsit. Na most nagyon sokan szétszedik ezeket a szólamokat. Magyar fül, a magyar agy így van megszerkezte, hogy mi ilyen tömbökben beszélünk. Mesél a gyerekének, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya. Ez három szólam. Nem szedi szét, összetartozik, egyben mondom. Másik érdekesség, hogy ezeknek a szólamoknak mindig az elején van valahol a hangsúly. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya.
hangsúly elő van. Hát rögtön két hiba származik ebből. Az egyik az, hogy a szólam végét megemelik, így majd most mutatom, Kodály Zoltán nevezte kunkuritásnak, és nem előnyomatékkal, hanem hátul. Szóval tegnap olvastam a nem tudom milyen könyvben, hogy a muzulmán felekezett hívei így nyomja meg az utolsó szótagot nyomatékolja, holott elő kellene nyomatékolni. Ha előnyomatékolna, akkor teljesen természetesen ereszkedne a dalla. Ez az egyik hiba. A másik hiba, hogyha ezek a szólamok egymást követik a mondatban, és mindegyik ereszkedik valamilyen módon, vagy ereszkedik, vagy előlesik, akkor az egész mondat valamilyen módon lefelé lejt, és a végén pontejtés van. Minden mondatnak kijelentő, kérdő, felkijelentő, felszólító volt, mindegyiknek pontejtés van a végén, lekunyul a vége. Hát ilyeneket ritkán látunk. Nincs vége egy mondatnak. Nem tudom, hogy hol fejeződik be a gondolat, mert rögtön kezdi a következőt. Legtöbb gond mindezen belül is a kérdőmondatokkal van. Azt szoktuk mondani, hogy kérdezni tudni kell. Hát bizony nagyon kell tudni kérdezni. A kérdőmondatok 6-7 féle kérdőmondatot használunk kommunikációs szempontból. A kérdőmondatok közül egyet szoktak használni, aminek az a neve, hogy megismételt kérdőmondat. Tehát első olyan úgy kérdezi, hogy a piacon riporter kisasszony, mennyibe kerül a tojás? A néni csak néz, hogy honnan, adóhatóságtól jött ez a hölgy, vagy honnan. Mert rosszul kérdezett. Ha rendesen kérdez, ereszkedő hangrejtése, mennyibe kerül ez a tojás, néni? Hát rögtön megnyílik, elmondja a falu összes pletykáját, alig lehet tőle megszabadulni. Másik probléma, amit szeretnék kiemelni, az, hogy nagyon pongyolán használjuk a határozóraokat. Ezt szokták mondani, hogy babe, ban, ben. Ilyenek állandóan előfordulnak. Aztán a helység, helyiség kérdése. Na mondjuk ez már elsősorban nyelvhelyiség kérdés. Az előző viszont beszédtechnikai hiba volt. Természetesen sorolhatnám órákig, csak egy pár jellemzőt példakép vettem elő. Művészettörténészként, újságíróként tevékenykedik, és a beszéd, mint beszédtanár is dolgozik, nem adta fel. Pedig biztos találkozott nehezen megközelíthető, vagy olyan diákkal, aki nem volt fogékony ezek iránt, a dolgok iránt, és mégsem adta fel. Mi vonzza önt ebbe? Hát a feladat. Sokszor végig gondolom, hogy a mi nemzedékünk kihal, az se lesz, aki bemutassa, hogy a magyar beszédnek mi a zsinórmértéke. Ezért írok róla oly sokat, ezért tartok nagyon sok előadást, elsősorban olyan kérdésekről a magyar beszéd és a gondolkodásmód összefüggései, magyar beszéd sajátosságai, és ami nagyon érdekes, most jut eszembe, hogy nemrégiben volt a magyar nyelvhete, minden április hónap harmadik hete a magyar nyelvhete, és november 13-a a magyar nyelvnapja. Erre a két alkalomra mindig írok valami cikket, valamilyen napilapba vagy folyóiratba. 4 évvel ezelőtt a magyar nyelvhetének nyitó nagy rendezvényén Szombathelyen is tartottam egy előadást. Miért? A magyar nyelv hetében és a magyar nyelv napján mindig csak nyelvészkednek a nyelvészek. Réteg nyelvekkel, tájnyelvekkel foglalkoznak, az ikerítés szabályaival, az égvilágon mindennel. Ha 20 előadás közül egy foglalkozik magával a beszéddel, akkor én már elégedett vagyok. Tehát nem beszélnünk a beszédről, csak mindig nyelvészkedünk, pedig nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Hát ezért írok, ezért tartok előadásokat, ezért vállalok beszélgetést képernyőn, televízióban, itt-ott, amott, és hát most legutóbb vettük a bátorságot néhányan, egy tervezetet juttattunk el Kásler miniszter úrhoz, hogy
ugyan tegyék már vissza a magyar beszédtanítást valamilyen módon egyelőre az új nemzeti tantervbe. Nemzeti tantervet visszaadták átdolgozásra, és ezt a lehetőséget ragadtuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, és hogy a javaslatainkat, ötleteinket figyelembe veszik-e. Nagyon komoly szakmai munka van mögötte. Tanár úr, köszönöm, hogy megtisztelt minket jelenlétével, és további sok sikert kívánok. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Ne feledjék, Kultúrösvény minden második vasárnap a TV21 Ungvár csatornán.